Üdvözlöm minden kedves nézőmet! Itt ismételten Farm Simulator-ra játszok. Tehát ismételten Farm Simulator-ozok. Készülnek a területek. Az a múltkor elindított eszközöket kell igazán újraindítani. Még nem tudnak vezetni. Mindjárt úgyis végez. Itt is pont ez történik. Részben mondhatjuk, hogy jobban vagyok. Már a hangom jó, csak a kicsit még köhögök meg krákogok, de már egész jó vagyok. Ti pedig rohadt sokan iratkoztok fel, aminek nagyon örülök. Úgyhogy számon köszönöm szépen. Valahol kéne találnom még egy kombányt. Ez hol van? Ez azt sem tudom, ja, tudom hol van. Csak bálázni kéne folyamatosan. Hogy ezt meg tudjam őket csinálni. Igen, az a helyzet, hogy a legnagyobb dolog az most ott a bálázás. Tehát ő a legnagyobb problémánk. A bála készítés. Épp egy fordulásból. Hát ez kurva jó ez a játék. Komolyan mondom, mindent elintéz helyettem. Ez is itt pont egy fordulásban állt meg. Ha ugye kilépek a játékból, akkor az van, hogy így a dolgozók nem igazán maradnak meg. És azért eléggé szar. Mert visszalépéskor már nem nincs itt semmi. Ó, sok eszközöm van egyébként. A közelben nincs eszköz, amire én ezt átpakoljam. Már most mondom. Igen. Nyomjunk egy mappot. Nézzük, map. Hol vagyok most? Annyira utálom, hogy nem jelzi, hogy hol vagyok most. Itt, igen. Itt leszek én, és akkor itt igazából sehol nincsen semmi. Ez milyen? Ez bálaszállító, bálaszedő. Ó, bálázó. Hoppá, mik ezek a bálák? Zsír. Akkor szarok bele, most nem szedem össze azt a másik kamionnyi cuccot. Az igen, azt láttad? Bagosan pakolta föl a bálát. Na mindegy. Egymásba pakolt két bálát. Zsír. Van benne egy lyuk, beszarsz. Kurva jó szórakozás egyébként, csak kéne emberke, aki akivel játszak majd multiplayerben. Csak az a baj, hogy nem ezzel, hanem a régebbivel, mert ez nem megy multiba.
Mi van egyébként, hogyha ráállok erre a szarra, ezt felszedi? Would be nem felszedni, de nem szedi fel. Na mindegy. Jó. Igazándiból. Egy dolgot még elfelejtettem. Hogy tudjam, hogy mennyi időm van hátra. Szeri rendesen, akkor jó, hopp. Kettes gombbal kell ugye szedni. És lezoomolok. Mondtam már, hogy nem nagyon szeretek belső kamerával játszani, ezzel nem nagyon látok semmit. De egyébként jó ez is. Majd a BMW-vel megyek így. Ez sem nagy feladat, ezt is meg tudná csinálni amúgy a gép. Nem tudom, miért nem csináltak rá ilyen automatizálást, hogy szedje össze akkor a területen. Meg tudták volna csinálni. Csak annyit kell csinálni, amit én is csinálok. Rajta tartani a traktort egy egyenes vonalon, amit meg tud csinálni, mert így vet. Meg megfelelő ívben ráfordulni a következő sorra. Ennyi. Tutti meg tudnák csinálni egyébként. És akkor csak odaállsz egy csíkhoz, rányomsz, hogy automatán szedj össze a területen. Na, mondjuk ez így már nem jó. Full egyszerű, szerintem a következő verzióban megoldhatnák már. Igazán ezt a kis problémát. Az a baj, hogy igazán volt az, a sok értelme nincsen ennek a bálázásnak, mert minimális pénzt kapsz érte, és mégis kurva sokat kell vele dolgozni. De legalább van. Igazándiból nem sokára elérem az 500 feliratkozót, aminek én rohadtul örülök. Ezért ki kéne találnom valami ilyen hát nyereményjátékot majd, ami még nincsen kitalálva, tehát már talán elkezdeni rajta gondolkodni, mert szükség lesz valamiféle rendszerre, ami alapján majd én ténylegesen sorsolok valakit a feliratkozók közül. Még ezt nem tudom, hogy fogom megcsinálni. Mi az élet van itt, ember? Akkor a lik van ebbe az egész területbe. Figyeld. Dék. Na itt készen vagyok. Ezt mindjárt visszerem. Jé. Keresztben vannak a bálák, mekkora király már. Ami pont egy olyan hely, hogy kell bálázni, és jó hosszú zsír. Nagyon szépen egyébként az út, de tök látványos az egész játék.
úgyhogy nagyon jól néz ki szerintem a táj, tényleg el is hiszem, hogy egy ilyen faluszerű helyen vagyok, mármint egy ilyen, na mindegy, hát most mit mondjak, kurva jól néz ki a játék, ahhoz képest nézhet neki jobban is, egyértelmű, de hát ezt minden játékról elmondhatnánk. Sőt, vannak olyan nagy játékok, amik ennél jóval szarabb élmény nyújtanak, és pedig azok nem gyenge játékok. Úgyhogy szér érdemes végig gondolni a dolgot. Jó, rohadtul hosszú idő ezt így csinálni. Azt szeretem egyébként a játékban, hogyha egyszer beállítom a kamerát, hogy ebbe a szögben nézzen, akkor az így marad. Csak azt nem szeretem, hogy amikor jobbra-balra dől a jármű, meg minden, akkor is ráng vele együtt a kamera. Ez annyira nem egészséges. Mondott, hogy egy kicsit hányingerkeltő időnként, és ez az annyira nem kellemes, úgyhogy érdekesség. És megint akad, mint a szar. Nincs igazániból sok témám, tehát nem tudok most miről beszélni, mint ahogy már a előző videókban sem. Igazániból maga a játékot már eléggé kiveséztem ahhoz, hogy hogy erről tudnék beszélni. Nagyon más, meg nem szeretem úgy nagyon általában más játékokról beszélni itt, mert akkor meg az van, hogy azt így nem mindenki itt fogja keresni. Úgyhogy ez is ilyen kicsit érdekes, farambuci dolog. Igazán valami egy kicsit hiányzik, az ugye GTA 4, az egy jó játék volt. Az meg én meg így nem szedem össze csak a felét. Király. Ez egy jó játék volt, azt hát nem néztétek meg nagyon sokan, de én azt élveztem, az jó volt. Élveztem fölvenni, meg szórakozni benne, úgyhogy az egy igen jó sorozat, legalábbis szerintem jó játék volt. Nagyon várom GTA 5-öt, mert hogyha meg tudnám szerezni végre, meg ki megjelenne PC-re, akkor olyan információk tudatában vagyok, hogy elméletileg az ugyanolyan gépigényű lesz, mint a mostani GTA 4, tehát elméletileg szinte az is full grafikán futott, tehát elméletileg az ennek is full grafikán kéne futnia, és azért az nem róla lenne rossz, meg PC-n amúgy is egy kicsit föltuningolják, tehát sokkal szebb grafikája lesz, mint konzolon, bár azért elég szép teljesítményt kihoztak abból a konzolból, de hát ezt már szerintem szétcsúcsálták amúgy. De csak azért tudtak ennyit kihozni belőle, mert nem arra mentek, hogy eladjanak egy játékot, hanem hogy megcsináljanak egy játékot, és ennyi. Ennyi a különbség a kettő között. Mondjuk, hogy kicsit a Farm Simulator az most már kezd átlép
átmenni egy kicsit abba, hogy eladjanak egy játékot, mert van akkora rajongó tábora a játéknak, tehát van akkora érdeklődés utána, hogy nem nagyon fejlődik a játék. Tehát igazániból sokkal gyorsabban is tud, tehát sokkal jobb grafikus motort is tudtak volna a játék alá rakni. Igazániból megértem a dolgot abból a szempontból, hogy legyen azért kisebb gépigényű, mert nem mindig minden, tehát ez a játék nem annak a felhasználó körnek készült, akinek olyan gépe van, mint mondjuk nekem, vagy ennél gyengébb gépek, tehát akkor se ennek a kategóriának készült, hanem annak, akinek, aki, hát nem tudom, hogy mondjam ezt úgy, hogy ne sértődjön meg rajta ezután senki, akinek nincs annyi pénz, hogy rohadt nagy gépet vegyen, kész, tehát, vagy egyáltalán nincs is rá szüksége, tehát na mindegy. Egy a lényeg, hogy ez egy rohadt jó játék, úgyhogy nagyon sok olyan játékkal találkoztam már, ami ahhoz képest, ahogy amit vártam tőle, tök más. Például a Minecraft elején, amikor megtudtam, hogy mi az, én úgy szittam, mint a szart, hogy ez mi? Azért könyörgöm. Aztán kipróbáltam, mert ki kellett próbálni egyszer, na, meg mégis mi a tököm ez? És kiderült, hogy Minecraft egy kibaszott kreatív játék, miközben egy lószar, tehát igazán jó grafikája nincsen, de van egy olyan játék élménye, amit nem tud megadni más játék, csak a Minecraft. Ó, hát mondhatjuk azt, hogy most nagyon fiatalak játszanak vele, de leginkább 8 éves kölykök játszanak a játékkal, de teljesen mindegy, mert van egy olyan dolog, hogy szabadság, ami abban a játékban van, tehát azt csinálsz, amit akarsz, úgy, ahogy akarod, azt, amit akarsz, és ráadásul te építed fel a magad kis világát. Miután eléggé nincs benne fizika, tehát jó, a földön keresztül, meg a víz, meg jó, azért valamennyi van, tehát ilyen minimális fizika van található meg a játékban, ezért építhetsz lebegő várost, hogyha neked azt tetszik, meg mindenféle szart. Tehát igazándiból kötetten a játék. És ez nagyon sokat számít amúgy, mert hogyha egy olyan játékot nézünk, ami mondjuk egy open world játék, de az akkor se kötetlen. És ez hiányzik a legtöbb játékból, hogy szabadság legyen benne. Mint ahogy ebben is van, nagyon sok szabadság van. Oké, azon kívül, hogy nagyon nem tudsz mit építkezni, meg nem tudsz nagyon sok mindent csinálni, azon kívül igazándiból azt a területet aratod be, amelyiket te akarod, azt csinálsz, amit akarsz szinte itt is. Úgyhogy lényegében ez is egy szabad, tehát ez is egy szabadabb cucc. Meg van telve, ne bassz. Azért ez durva, hogy így lehet venni vele simán.
Amúgy úgy érzem, hogy nem lesz ennek jó vége, amikor én ezt le fogom rakni. Nem, basz fel. És leborul, geci. X, és szétrobban. Nem? De nem már! De... faszom. Ez még visszaborítja. Mindjárt pénzt kapok érte, mert betolom. Nem jó irányba forgatom ezt a szart. Na, pakold le. Azt meg leborul, beszarsz. Na mindegy, ezt így leadtam az összeset akkor. Beszarok. Össze akartam gyűjteni egy nagy adagnyi cuccot, de nem sikerült. Na jó, mindegy, inkább felszedem őket. Jaj, és én mennyit szórakozok ezzel. Valahova máshova kéne rakni, szerintem ide az egész cucli közepére, lepakolom az cső. Óval rakjuk le bálák kirakodásait. Óbetűvel összecsukom a cuccot. Igen, ott rohadt hosszú sor van összerakva egy kocsisor. A bálszállító, ez rohadt magas egyébként. Az ott beakadt. Hm.
tök szép ez a narancsárga lemenő nap egyébként. Nem már eltolja ezeket a rohadékokat. Gyerünk, 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 szedje felfele. Igazán nem az a helyzet, hogy ez egy elég hosszú meló, amit most itt csinálni kell, ez a bálázgatás, és elég unalmas is, tehát ezen több részen keresztül ezzel szórakozni azért nem csak nektek lesz fárasztó, hanem nekem is. Úgyhogy ez, majd mindjárt körbálázni fogunk a következő részben, szerintem megoldom, hogy most már körbálát is csináljak, mert azt viszont másik területen kell csinálni. Akkor lesz másik terület, ez még mindjárt megtelik. Erről nem látom, hogy még egyet akasztani, nem. Nem sajnos. Hát pedig kurva jó lenne. Ez meg is telt, kész. Nem tudok fölvenni még egyet. De még föl tud, még kettőt pont fölvesz és kettőt marad beszal. Még ezt fölkapja, azt ennyi. Már nem fogja fölvenni. Nem hát. Itt valami rakéta kilövő öcsém. Nagyon durva. Majd beszarok. És felborul, bazd meg. Ahogy kicsorjon egyet a nagy oszlopból. Ez az, ez az, ez az, ez az, ez az, ez az.
kellene már még. Na, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, nem sokára folytatom a körvállázással. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és köszönöm, hogy feliratkoztok minél többen. Csősztök!